Számos hazai, romániai és ukrajnai településen találunk kulturális és történelmi emlékhelyet a só egykori kereskedelmi útvonalához kapcsolódóan. Ezek idővel elavultak a feledés homályába vesztek megújításuk indokoltávát. Egy másfél éve indult közös magyar-ukrán projekt épp ezt tűztek ki célul. Egy ö kiterjedt és méreható szakértői történészkutatás indította el a projektünket, még 2019 év végén, illetve 2020 tavaszán. Ukrajnai kollégákkal közösen magyar szakértő történész térképezte fel irodalmi emlékek, illetve az elérhető megmaradt emlékek felhasználásával, tárgyi emlékeknek a bevonásával és vizsgálatával a teljes útnak az útvonalát. Az elmúlt hónapokban öt megyénbeli településen, Tiszabecsen, Vásárosnaményban, Csengerben, Nagykálóban és Nyírbátorban helyeztek ki egy-egy mini sószobrot, Kárpátalján pedig ugyancsak sor került erre szintén öt településen. Ezen kívül elkészült egy bemutatófilm, egy turisztikai, kultúrás-turisztikai örökségi kiadvány, illetve egy szakértői monográfia is, amiből az ukrán vezető kedvezményezett partnerünk, a Kinti Fejlesztési Ügynökség készítette egy színes könyvet, egy kiadványt is tulajdonképpen. Utóbbi két nyelven elsősorban turisták számára mutatja be, és igyekszik vonzóvá tenni a sóútvonal mentén fekvő ukrajnai településeket és azok látnivalóit. A projekt pénteken egy online konferenciával zárult, amelyen az Ungvár és Huszti partnerek is beszámoltak munkájukról, tapasztalataikról.